Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát és mit fog tenni? Először megtekintjük azt, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható egy szerencsétlenség, ami az otthonát és a családot illeti. Ezek nehézségek, amit most neki meg kell oldania. Amit a kártyák még jelenthetnek, hogy ő tervezi valaminek a kiépítését, de itt van egy szerencsétlenség, itt még vannak akadályok, emiatt elhúzódnak majd az események. És hogyan érzi magát? Itt látható ez a bíró. Ez a szerencsétlenség, ez lehet egy bírósági ügy is. Vagy egy ingatlan miatt, ez lehet egy örökösödési ügy, vagy az is lehet, hogy válló félben van, vagy ezt tervezi, de fél attól, hogy a bíróságon szerencsétlenség éri. Amit ez a kártya számodra jelent, hogy ez a férfi szeret téged. És mit fog tenni? Itt látható a házasság, tehát lesz egy házassági ajánlat. Ez a házasság, ez lehet szerződés is. Akkor kihat a munkára. Lehet, hogy mindkettőről szó van, hogy lesz munkahelyi változás, van itt egy örömteli esemény, megkapja a szerződést, arról is lehet szó, hogy elválik, és tervez veled egy házasságot. És mi fűz össze benneteket? Itt látható az öröm. Akkor is, ha itt egy bírósági ügyről van szó, vagy igazságtalanságokról, ezt is jelentheti a kártya. És itt van egy szerencsétlenség, ez lezáródik, hiszen közeledik, szeret téged, találkozás lesz, itt van az öröm, és ez az örömteli fordulat az, ami a jövőt illeti, ami mindkettőtökre kihat, hiszen összeköt benneteket. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!